Sikeres felvételi, rekordszámú első évest fogadnak a Szavária Egyetemi Központban. Válványosi meghívó önkormányzatiságról beszélgetett Nemény András a Szabad Egyetemen. Szabadtéri tüzek, eddig 61 esethez vonultak a vasi tűzoltók, fontos a megelőzés. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Rekord szinten nőtt a hallgatói létszám az ELTE-n. A Szavária Egyetemi Központban 904 elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, 26%-kal több, mint tavaly. A bölcsészettudományi és a tanári szakok a legnépszerűbbek, pszichológia alapképzésre 8-szoros volt a túljelentkezés, sajtótájékoztatón ismertették a felvételi eljárás eredményeit. Folyamatosan emelkedik a felvett hallgatók száma az ELTE Szavária Egyetemi Központban, kezdte a sajtótájékoztatót Lenkai Nóra, rektori biztos. Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a bekerülési ponthatár is egyre nő, ma már átlagosan 60 ponttal kell többet teljesíteni, mint 6 éve. Idén 400 pont alatt nem is nagyon lehetett bejutni. A kampusz vezető szerepet tölt be a régióban. Az elmúlt évek megfeszített munkái, amit belefektettünk abba, hogy kialakítsuk a portfóliónkat, a régió társadalmi gazdasági civil sport szakembereivel felvegyük a kapcsolatot, kialakítsuk úgy a portfóliónkat, a képzésünket, hogy a munkaerőpiacra igazán reagáljunk. Az ilyenkor realizálódik, amikor bizalmat szavaznak nekünk a hallgatójelöltek. 904 hallgatót vettek fel idén, közülük 651-et alapszakra. Pedagógus képzésre érkeznek a legtöbben, 304-en. 28%-kal tudtuk növelni a hallgatói létszámot, a felvett hallgatók létszámát. A legnépszerűbb tanárszakjaink az angol, a német, a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem szakok voltak. Ide értem még a testnevelés és gyógytestnevelő szakot is. Ami pedig az alapképzést illeti, ott a tanító szak, ami nagyon népszerű. Természettudományi szakokon gyér az érdeklődés, de ez országos tendencia. Először indítják el a természettudomány környezettan képzést 10 fővel. Jól teljesítettek a sportszakok, ami annak is köszönhető, hogy az edző alapszakon torna és labdarúgó sportággal bővült a portfólió. Népszerű a pszichológia szak, 8-szoros volt a túljelentkezés. Felvettünk 91 főt, nagyon szép pontszámmal, 424 pontos felvételi ponthatárral, a jelentkezőknek az összszáma pedig megközelítette a 700 főt. Az ELTE informatikai karra 182-en érkeznek, ezen belül gépészmérnök képzésre 48 hallgatót vettek fel. Úgy tűnik, a képzés túl van a mélypontján. Gazdaságtudományi szakokra 206 hallgatót iskoláznak be, ez a létszám harmadával magasabb. A tavainál. Gyorsnak és ébernek kell lennie annak, aki részt akar venni a pótfelvételi eljárásban, mert rövid az idő, hangsúlyozta Német Péter, a tanulmányi hivatal vezetője. Jövő héten lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon mindössze pár napig. Szinte minden szakot meghirdetnek újra, államilag finanszírozott képzésre is be lehet jutni. Azok jelentkezhetnek, akik nem vettek részt a normál eljárásban, vagy nem nyertek felvételt sehová. Nemény András is meghívást kapott a 32. Bálványosi Szabad Egyetemre. Szombathely polgármestere az önkormányzatiságról és a közelgő választásokról szóló kerekasztal beszélgetésen vett részt. A másfél órás programra 3 magyar és 3 erdélyi városvezetőt hívtak meg. Nemény volt köztük az egyedüli ellenzéki. Mint mondta, erős városok adják az erős országot. Jövőre Magyarországon és Romániában is választásokat tartanak, ez volt a kerekasztal beszélgetés apropója. Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Csíkszereda és két budapesti kerület polgármestere mellett Nemény András foglalt helyet a pódiumon. Kicsit meglepődtem, mert erre a rendezvényre is sose hívtak, meg úgy tudom, hogy azért leginkább kormányközeli politikusokat hívnak, de örültem neki, és egyből eldöntöttem, hogy mindenképpen el fogok menni. Kíváncsi is voltam, meg azt gondoltam, hogy van olyan mondani valóm, ami talán ott is érdekes lehet. Szó esett arról, ki milyen motivációval kezdte a ciklust, és sikerült-e eredményeket elérni. Nemény András elmondta, hogy az elmúlt 3,5 év a folyamatos válságkezelésről szólt, idén a túlélés és a működőképesség biztosítása a cél. Szerinte a
Szombathelyi városvezetés komoly bizalmi tőkére tett szert. Úgy fogalmazott, a város összekötő kapocs az ország és a család között, és a polgármester feladata, hogy megteremtse a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy az emberek szeressenek itt élni. A választáson erről a munkáról mondanak ítéletet a szavazók. Megjegyezte, hogy a források elosztásán van még mit javítani. Az önkormányzatok pont azt mutatták meg, hogy ott vannak, tudnak tenni, és hogy elsősorban hozzánk fordulnak. Tehát, hogy van egy felelősségünk, és a felelősséghez, ha kapunk több lehetőséget, akkor azzal az erős önkormányzattal erőssé válik maga az ország. És én ebben hiszek, és egy kicsit a misszióm is, hogy ezt hirdessem, hogy azt gondolom, hogy ebben még van dolog. Vajon csökken-e a választási kedv, illetve hogyan szólítják meg a fiatalokat? Ez volt a második téma. Nemény András emlékeztetett, az előző választáson rengetegen szavaztak, ezt az aktivitást akkor lehet megtartani, ha az emberek sajátjuknak érzik a várost, és benne az önkormányzatot. Törekszenek rá, hogy megmaradjon a közvetlen kapcsolat. Ezt szolgálják az olyan programok, mint a Nyitott Városháza, az Aktív Időskor vagy a Szombathely Visszavár ösztöndíj. Hangsúlyozta, hogy városvezetőként évtizedes távlatokban kell gondolkodni, az ipartelepítés és hosszú időre meghatározza egy-egy település sorsát. Végül arról beszélgettek a polgármesterek, milyen lesz a kampány, hogyan érik el a választóikat. Nemény azt mondta, a munkát nem lehet megspórolni. Egy polgármester akkor jó és akkor fog nyerni, ha várospolitikát csinál és nem pártpolitikát. A városvezetők képesek közösen kiállni, felhívni a figyelmet, ha valami nem működik jól. Példaként említette, hogy együtt kérték az uniótól a településeknek járó forrásokat. Erős városok hozzák azt, hogy erős országunk legyen Magyarországon legalábbis mindenképpen. A tapasztalat az, hogy bár mások a problémák az erdélyi és a magyar településeken, önkormányzatiság tekintetében hasonlóan gondolkodnak. Én nagyon hasznosnak gondolom, egyrészt erdélyi polgármesterekkel így nem találkoztam, és az ő gondolkodásmódjukat szerintem érdemes megismerni egyáltalán, hogy hogyan gondolkoznak hazaszeretettől, vagy a saját városaikat hogyan tudják jobb helyzetbe hozni egy tulajdonképpen másik országban magyar kisebbségként. Ez tanulságos volt, másrészt pedig az is, hogy valójában az önkormányzatoknak, meg az önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek ugyanazok a kihívásokkal kell szembenézni, ugyanazokat a problémákra kell reagálni, és ez leginkább pártpolitikától függ. Ha mindent lefejtünk, 99%-ban ez nem pártpolitika kérdése, maximum csak annyiban, hogy a kormányzattól mekkora támogatást kapunk, de ebbe is egységesen gondolkoztunk, hogy minél több feladatot szeretnénk, és ehhez minél több forrást, mert azt gondoljuk, hogy mi tudjuk a legjobban megoldani. A polgármester azt gondolja, hasznos volt a Tusványosi vendégszereplése, egyebek mellett a kapcsolatépítés szempontjából is. Meghívta beszélgető társait a Szavária Történelmi Karneválra. Elkezdődött a Károly Róbert utca felújítását megelőző közműcsere. Írtják a szúnyogokat hétfőn Szombathelyen. Véget ért a nyári tábor a Szova Fonyódi üdülőjében. Civil víradást szerveznek ősszel. Rövid hírekkel folytatjuk. Közművezetékcsere előzi meg a Károly Róbert utca burkolat felújítását. A Vasi Víz ZRT munkatársai már dolgoznak, a Gábor Áron utcai kereszteződésben több munkagödröt is ástak, hogy elvégezzék a vezetékrekonstrukciót. Sávszűkület nehezíti az autósok dolgát, és 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. A vízmű munkája nagyjából egy hónapig tart. A távhőszolgáltató is hamarosan dolgozni kezd, a Károly Róbert utca 14 és 14C előtti szakaszon végeznek csőcserét, ami nagyjából két hónapig tart majd. Az utca újra aszfaltozását a Ferenci utcai projektből átcsoportosított összegből közel 100 millió forintból végzik el. A kivitelezőt már kiválasztották, még szükség van az irányító hatóság jóváhagyására. Kémiai szúnyoggyérítést végez egy cég július 31-én hétfőn a polgári napnyugtát követő órákban város szerte. A szert földi úton juttatják ki, az kizárólag az érzékenyebb rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem jelent veszélyt, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A szabadban tárolt gyerekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, ruhákat érdemes összegyűjteni. Eső esetén augusztus 1-én, 2-án pótolják az irtást. Véget ért a 3 hetes nyári vakáció a Szova ZRT Fonyódi üdülőjében, ahol a szombathelyi önkormányzat jóvoltából 3 iskola diákjai táborozhattak. A Derkovics, a Váci és az Oladi Általános Iskola 20-20 tanulója élvezhette a nyarat a Balatonnál. A 4., 5. és 6. osztályos gyerekeket 2 tanár és 1 táborvezető kísérte el. Mindannyian jól érezték magukat, vidáman teltek a programok.
Szeptemberben ismét megszervezik a civil véradó napokat országszerte. A Vasvár megyei civil közösségi szolgáltató központ az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt együttműködésével évek óta megtartják az akciót, ezzel hívják fel a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. Szombathelyen két napon, szeptember 7-én csütörtökön reggel 8 órától 18 óráig, és szeptember 8-án pénteken reggel 8-tól 13 óráig fogadják a véradókat a területi vérellátóban. Civil szervezeteket, munkahelyi közösségeket, baráti társaságokat, de egyéni véradókat is várnak. Jelentkezni az info@vasicivil.hu e-mail címen lehet. Harmincöt hektáron égő gabona lángokban álló tarló. 61 szabadtéri tűzesethez riasztották az elmúlt időszakban a Vasvár megyei tűzoltókat. A katasztrófavédelem a megelőzésre hívja fel a figyelmet, ezért sokat tehetnek a mezőgazdasági termelők és az autósok is. Vasvár megyében volt eddig az idei évben a legkevesebb szabadtéri tűz az országban, de így is többször kellett vonulniuk a tűzoltóknak az utóbbi időben emiatt. Az elmúlt időszakban végeztünk egy statisztikát, amely kimutatta, hogy 61 szabadtéri tűzesethez riasztották a Vasvár megyei tűzoltó egységeket. Ezek során több mint 70 hektárnyi terület semmisült meg. Ezeknek fele erdő- és mezőgazdasági területen keletkezett, és aratással összefüggésben is volt több tűzesetünk. A statisztikák arra is kiterjedtek, hogy az ilyen mezőgazdasági tűzesetek során volt olyan, amikor gépek is megsemmisültek, egy kombájn és egy traktor égett ki ezek során, a tűzesetek során. Június végén Urai Újfalu külterületén 35 hektárnyi lábon álló gabona semmisült meg egy tűzeset következtében. A lángok a közeli erdősáv ajnövényzetére is átterjedtek. A vármegye minden területéről érkeztek ide tűzoltók, az oltásnál erőgépeket is bevetettek. A héten két szabadtéri tűzeset történt, az egyik Rábapatyon, a másik Kenyeriben. Mindkét helyen tarló égett. A tűzoltókat itt is nagy gépek segítették. A mezőgazdasági szakembereknek azt szoktuk ajánlani, hogy folyamatosan a munkavégzés megkezdés előtt, valamint az közben is ellenőrizzék a gépeiket, így többek között a kipufogó rendszernek az illesztéseinél figyeljenek oda, hogy ez rendben legyen az illeszkedés, ugyanis egy kipattanó szikra nagy tüzeket okozhat. Emellett azt szoktuk tanácsolni, hogy tankolást az soha ne a mezőgazdasági területen végezzék, figyeljenek oda, hogy a kenőolaj és üzemanyag rendszerek is jól működjenek, valamint a gépeket minden munkavégzés befejeztével tisztítsák ki, és javasolni szoktuk a porraloltó tűzoltó készülék meglétét, amellyel a kezdeti tűzesetek megelőzhetőek. Az autóból kidobott cigarettacsík száraz időben könnyen lángra lobbantja a tarlót, az árokparti növényzetet. A katasztrófa védelem arra figyelmeztet, hogy a csíkeket össze kell gyűjteni, és később a szemetesbe dobni. Nyári tábort szervezett a Haladás tenisz szakosztálya. A gyerekek házi bajnokságon, technikai fejlesztő tréningeken is részt vettek, de szabadidős programok is színesítették a kínálatot. A diákolimpiai küzdelmek, majd a Szabó Éva tiszteletére rendezett nemzetközi teniszversenyt követően sem pihentek a Haladás VSE tenisz szakosztályának edzői, növendékei. A nyári időszakban ugyanis a táborok idején több idő áll rendelkezésre, hogy a technikai elemeket, ütéseket tökéletesítsék a jövő reménységei. A résztvevők létszámát és a korosztályt tekintve is széles volt a skála. A korosztályunk széles körű, 5 éves kortól egészen 18 éves korig jelentkeztek a gyerkőcök. Olyanok is vannak, akik még egyáltalán nem fogtak ütőt a kezükben, és most barátkoznak meg a tenisszel. Különböző csoportokat alkottunk tudásszint szerint. Ez szerint állítottuk fel az edzéseket délelőtti nap folyamán. Ugye mivel ez a strandteniszről szól, ez a táborunk, így délután nagy részben a strandon töltöttük az időt, délelőtt a teniszpályán. A szabadidős foglalkozások mellett a strandteniszt is kipróbálhatták a gyerekek. A legnagyobb sikert kétségtelenül a házi bajnokság aratta. A szervezők csoportokra osztották a kezdőket, haladókat és a nagy tapasztalattal rendelkező sportolókat. Valamennyi korosztály legjobbjai érmekkel térhettek haza, és talán kedvet kaptak ahhoz, hogy a következő szezont már igazolt versenyzőként kezdjék meg.
A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!